Hát sziasztok, az volt a tervem, hogy a, a Dac Paks, Dunaszerdahely Paks előkészületi mérkőzésről egy rövid összefogalót adok nektek. Meg is néztem a mérkőzést, de hát aki olvasott már róla, meg esetleg látott bejátszásokat, az tudja, hogy egy teljesen más történet miatt lett érdekes ez a mérkőzés, amit egyébként a Paks második félidei eredményes játékával 3-1-re megnyert, 1-0-ra vezetett a Datsa, második fél időben a Paks 3-at Hát arról van szó, hogy Szájni Gie, aki egy gambiai, most már válogatott játékos 20 éves, a 41. percében a mérkőzésnek összeesett. Hát szerencsére a történet láthatóan nem az Eriksen történet volt, mert eleinte magánál volt a játékos, és még el tudta mondani, hogy, hogy valószínűleg a kiszáradás okozta ezt a dolgot, és valóban az orvosok is ezt megállapították, azonnal jött a segítség, és a kórházban már stabilizálták az állapotát. Nyilvánvalóan a DAC játékosaira ráült ez a helyzet, pont ez a Szájni G volt az, aki, akinek tavaly szeptemberben egy horror sérülése volt, amikor ugye mentő helikopterrel vitték előtt, ugye a Komárom elleni mérkőzésen koponyacson törése volt, tehát egy kicsit rájár a Luda játékosra, egy nagyon fiatal játékosról van szó, aki még nem tapasztalt abban láthatóan, hogy nagy hőségben hogy lehet focizni. Nyilván Gambiában megszokta azt, hogy nincsen mínusz 10 fok, és azt gondolta, hogy kevesebb folyadékkal is pályára lehet lépni, de hát azért ez a 40 fok körüli hőség, amiben játszottak tegnap, ez azért mindenkinek a szervezetét megviseli. Nincsen a földön ember, aki, aki erős fizikai mozgás képes 40 fokos hőségben végezni. Úgyhogy bármi meglepő is lesz most egy pár ilyen engedjetek meg, hogy a másik szakmámhoz tartozóan beszéljek nektek. Ugye nagyon-nagyon-nagyon fontos az, hogy, hogy ilyenkor, amikor ilyen 35-40-42 fok van, akkor egyáltalán ne legyünk a tűző napon. Tehát, ha megoldhatjuk, akkor egyáltalán ne legyünk. Ez nem a leégés kérdése, hanem az, hogy egyszer rosszul leszünk. De ehhez képest még talán fontosabb az, hogy ilyenkor a napi folyadékbevitel simán felmelt egy egészséges szervezetnél 3 literre. Na most, ahogy telnek az Évek, ahogy idősödünk, ez a folyadék igény, tehát a szomjúság, egyszerűen magyarul fogalmazva, egyre kevésbé jellemző. Tehát nagyon figyeljenek, különösen azok, akik idősebb korosztályba tartoznak, tehát már akár 45-50 felett vannak, s hallgatják a videóimat, meg a fiatalok mondják el a szülőknek, nagyszülőknek, hogy egyre kevésbé érzed a szomjúságot. Ettől függetlenül a szervezeted viszont érzi, és folyamatosan deidratálódsz, hogyha nem fogyasztod el a megfelelő vizet, úgyhogy gyakorlatilag ilyen. Akkor is kell inni, ha nem vagy szomjas. Úgyhogy szeretném mondani mindenkinek, legyen ez a Sine G, példa, aki egy sportember, aki egy húsz éves gyerek, aki gambiai válogatott, mégis összeesett a 41. percben a pályán. Egyébként a Sors Fintora, hogy valószínűleg őt lecserélték volna, hiszen ugye a, a dac-edző és a Gulá próbálkozik, ki lesz a legjobb, hogy játszik, miért játszik, mit játszik. De hát ugye az utolsó percek lett rosszul. Tehát még egy ilyen kis játékosnál is ezt problémát okozhat, hát még az egészségesnél, hát, illetve bocsánat, hát még annál, aki nem egészséges, vagy mondjuk nem kisportolt. Na most ugye szeretném mondani, hogy, hogy természetesen erről a mérkőzésről majd esetleg a Cliftonville kapcsán is fogok majd egy pár szót mondani. Nem lehet túl nyugodt különben a, a DAC edzője, azon túl, hogy nem tudom, hogy a signage összetudják össze tudják-e szedni a jövő heti mérkőzésre. Azért se lehet nyugodt, mert bár nagyon sok helyzetet dolgoz ki a DAC, nagyon sok szúrt el. Ehhez képest viszont a Paks olyan volt, mint egy hideg, számító bankrabló, ahogy szokták mondani, elnézést a kicsit hülye párhuzamért, mert bemegy, megcsinálja, elviszi. Tehát gyakorlatilag ez volt a Paks, három nagy gólhelyzet, három gól a másik fél dőben. Egyébként Valtner is folyamatosan próbálkozik a csapattal, de hát el kell mondjam nektek, hogy a, a Bognár György egy nagyon-nagyon jó örökséget hagyott ugye Valtnernek, és Valtner meg fogja tudni mutatni, látszik már ebből a meccsből is a, a, rendkívül aktív Szabó Bálintot, a nagyon jó játszó Bödét és másokat látva, hogy nem lesz itt baj a Paksal, és a Varga Barna nagyon szépen beilleszkedik a csapatnak a menetébe, úgyhogy ő is sok gólt fog rúgni szerintem, úgyhogy ez a része rendben van. Úgyhogy de hát majd ahogy jönnek a meccsek, ezekről majd egy külön beszélek. Szóval ennek a mai videónak egyrészt az a tanulsága, hogy a Dacnak az el, a, a, meccs előtti hét, a héten még nagyon össze kell szednie magát, nagyon elő kell húznia nyuszikat a cilinderből, ha van ilyenek, és akkor esetleg a továbbjutás megtörténhet. A másik tanulság pedig az, hogy ebben a hőségben nem mész ki a melegre, nem tartózkodsz 10-15 percnél tovább, ha mégis ki kell menned a melegen, akkor bejössz hűvösbe, és fogyasztod a folyadékot, egészséges szervezetnek lehet ilyenkor nyugodtan napi 3 litert is figyeljetek oda, az ember sétál az utcán, sétál, csak felbukik, ha nem figyel oda ilyen melegben. Reggel elmentem, a, volt egy ilyen kis kocsi beállítása, ilyen két izzó jellemző módon a tompitotba egyszerre, egyszerre, ment ki, srácok megcsináltak, majd meghaltak ott az udvaron, akkor a, akkor a napfény volt, és szegények ott a gumikesztyűbe dolgoztak, úgyhogy nem egyszerű az egészséges szervezetnek se. Na hát nagyon köszönöm, hogy meghallgattátok a videómat, és elnézést, hogy egy kicsit ez ilyen felemás lett, de hát érthető talán, hogy miért beszéltem erről. Hajrá Magyarország, hajrá magyar labdarúgás, a jó Isten áldjon meg mindenkit!